tripla gratuláció, mert hogy először is megvertük a Sopront, másodjára 200. mérkőzésedet is letöltötted a szekszárdi kispadon, és ráadásul a jubileumot sikerül egy győzelemmel ünnepelni, harmadrészt pedig ugye, mint Ági edzője, te is külön díjat kaptál az elején. Ez egy fantasztikus nap idáig, így érzed te is? Nagyszerűen nagyon büszke vagyok a csapatomra, a játékosomnak, hogy kívják, kell mondanom, ez a nekem 5. szerintem döntő széria, karrierem van itt Magyarországon, és hogy soha nem voltam annyi boldog, pedig voltak ott meccseket 2-2, mikor 2-0 is vezette a csapatom, és mikor voltak boldogságok, de ez a meccs tényleg úgy érzem, nagyon boldogok érzem magam, mert hogy kívják, játszunk egy rendkívüli erős Sopron ellen, és annyira bátor lenni, annyira rokni tudod szív pályán, és ott maradni meccsben végig, tudod, az emberek nem is tudnak mennyi, ez a nehéz, tudod, mert nem kell elfelejteni, kit rotálunk, tudod, de ott említettél Studer Ági is, hogy kivek játszanak ellene, fegyve neki Zsófi Genyari, tudod, hány meccs van, minden kettő kézben, lábak van ez a két játékosnak is, hogy csak 21-22 éves, utána Zala Friskovec, Lévi játékosok, akik rattálom ott, hogy például ma Alexan Ocero játszott, úgyis, hogy nem volt valami látványos tőle, de nagyon fontos karika volt. De most nem akarok neveket mondani, de először történt, hogy 3-4-5 játékos volt meccsben, jó formában. És én mondtam ez lányoknak, ezt kell, tudod, nem lehet eddig, ez 5. meccs ebben az évben Sopron ellen, mindig ez az érzésem volt, azért is például úgy kicsit mondtam első meccs után, tudod, mérges is voltam, és tudod, mondtam, nem vagyok elégedett semmivel, ami történt ott, mert tudod, azt volt érzésem, hogy senki nem tud mondani saját magáról, milyen jól játszottam, tudod. És de ma teljesen más az érzés, és oké, ez tudod, egy győzelem ebben a szériában, de legnagyobb boldogság, hogy van némi esély, talán 4. meccs, hogy játszunk szurkolók előtt itt a mi csarnokban, és azért élünk, ha ez történt ebben az évben. Hagyj Isten, ha ez legyen. Hát egyszerű a kérdés, hogy sikerült? Minusz 23, most meg plusz 3. Mi volt a titok? Azt kell mondanom, hogy jól felkészültünk erre a mérkőzésre, mármint kicsit úgy lazábra vettük, és hogy mindenki nyugodjon meg, gyakoroltuk, hogy ugye sokat segítenek pick and roll-ba, és akkor abból menjenek a passzok, és ha helyzet van, dobjunk, mert ugye az első mérkőzésen ez is baj volt, hogy nem nagyon voltak üres, tiszta helyzeteink, úgyhogy most jobban, még jobban csapatként játszunk, és hogy menjenek a labdák, jó passzok legyenek, erre fókuszáltunk, és ugye a védekezésbe is maradtunk ennél az egész pályás letámadásnál, és hogy végighajtjuk őket. Úgy érzem, hogy most egy kicsit engedtek jobban talán a kemény játékot, úgyhogy ez nekünk ez így feküdt most ezen a meccsen. És hát igazából nagyon boldog vagyok, mert egy olyan szezon után, hogy eddig már 4-szer kikaptunk tőlük, és mindig elég sokkal, tehát sose voltunk közel, hogy nyerhetünk. Most is még hittünk, és azt láttam ma is a csapaton, hogy ugyanúgy hittünk abba, hogy tudunk nyerni, hogy tudunk jó, először is, hogy játszunk egy szoros mérkőzést, és utána ott meglátjuk, hogy tudunk-e nyerni. És én ma azt láttam mindenkin, hogy nagyon nagy önbizalommal jött erre a mérkőzésre. Én is így érkeztem. Próbáltam vezérelni a csapatnak, és hogy menjünk, csináljuk. És ennek nagyon örülök, hogy ennyi mindenki felvállalta, és ilyen önbizalommal tudott játszani. 17 ponttal te lettél a legeredményesebb, úgyhogy ez mi sem bizonyítja jobban. Emellett még rengeteg asszisztot kiosztottál, meg lepattanókat, meg egy rakat kiharcolt faltod volt. De gondolom, hogy ilyenkor az ember nem az egyéni statisztikáját nézi. Nem, igazából az első meccs után ugye visszanéztünk jeleneteket, és láttam, hogy mit hibáztam rögtön így. Nagyon fejbe vágott az, hogy mit hibáztam, és hogy nem annyira játszottam az elején a csapatnak, nem annyira mentek a passzaim, amit tőlem ugye megszokás, és ebből nem is nagyon volt üres dobó helyzete a társaknak, és ma az elején főleg ezt is beszéltük, és erre fókuszáltam, hogy mivel sokat segítenek 2-2-nél, ezért, hogy menjenek azok a passzok, és ugye többiek meg önbizalommal bedobták, és a másik fél időben már nem segítettek annyit, és akkor meg úgy voltam, hogy hát én voltam üresen, és akkor belállok. Önbizalommal jöttem erre a mérkőzésre, és nyerni akartam, úgyhogy így is játszottam.
Még egy kérdés, hogy amikor ilyen két perc volt, vagy másfél vissza, vezetünk 5 ponttal, többször is volt szituációnk, lehetőségünk, hogy akár büntetőből, akár mezőnyből kosarat szerezzünk, és nem jöttek össze, ott se inoktál meg? Nem, most én ebben a szezonban ugye már több ilyen szoros meccsünk volt, főleg az Európa kupában. Én úgy érzem, hogy nagyon nyugodtan tudom kezelni ezeket a helyzeteket, és nem úgy vagyok, hogyha valaki kihagyott valamit ott a végén, hogy jaj, hogy miért, hanem semmi baj, van még másfél perc, vezetünk, vagy akár egál, ugyanúgy van még lehetőségünk, és megmondom őszintén, hogy ma azt láttam a csapatban, hogy bármeddig játszhatnánk, hogy mindig meg tudnánk tartani azt az 1-2 pontot, mert hogy ennyi erőt éreztem, úgyhogy nyugodt voltam, és nagyon örülök. Tehát, hogy amit megbeszéltünk, például a másik, amit ki kell emelnem, a lepattanók, hogy megyünk érte, és hát minimum 3 embere, és a végén is hogy volt, kihagytam a triple, de az volt a jó, hogy végig mondták nekem az Erikájék, a Száj, mindenki mondta nekem a pályán, dobjál nyugodtan, ha neked van lehetőséged, tehát te vagy üresen, mert mi úgyis megyünk a lepattanóért. Úgyhogy így aztán tényleg lehet önbizalommal játszani, és ugye ott is az volt, elvállaltam, meg is dicsértek jó dobást, alit lefaltották, 2 büntető, és úgyhogy most elég hosszan elmondtam a dolgokat, de boldog vagyok, és most szeretnénk egy tovább építeni, mert úgy érzem, hogy még lehet keresni valónk ebbe a szezonba, így meg bőven most, meg pláne. Tudom, hogy ők még keményebben fognak kijönni, mert elég komoly csapatról beszélünk, úgyhogy, de mi is megpróbálunk még jobban, még többet hozzátenni majd a következő mérkőzésen, és aminek örülök, hogy remélem, hogy szurkolók lesznek majd, mert tényleg ez volt a másik nagyon nagy motivációnk, hogy játszunk még hazai közönség előtt.